Ilyen lepusztult állapotban van az egykori Áper 1-es laktanya Pécs határában már évek óta. Most a városvezető baloldal ipari parkot alakítanak ki ezen a területen. A polgári oldal képviselője szerint szükség van ipari parkokra Baranyai megyeszékhelyen, de a helyszín nem megfelelő. Az Áper 1-es laktanya helyén kétséges, hogy ezt ki lehet alakítani. Az önkormányzat számára kétséges, hiszen több milliárdos ráfordításra van szükség már csak ahhoz, hogy a telket megszerezze a város, illetve hogy a környezetkárosító anyagokat eltávolítsa a területből. Ez egyébként már 10 évvel ezelőtt is felmerült ez a gondolat, viszont akkor is pénzhiány volt a város. Most sem gondolnám, hogy arra vannak milliárdjai a városnak, hogy egy ilyen területet megvegyen. De nem elég megvenni, a veszélyes anyagokat eltávolítani az ingatlanról. Ki kell alakítani a megfelelő körülményeket, hogy a betelepülő cégek működni tudjanak itt, mondja a képviselő. Miből építenék ki az infrastruktúrát, mert az meg még többe kerülne, ez egy 8-10 milliárdos projekt, amiről beszélünk. Nem tudom, hogy ez eddig hol volt, hol dugdosták ezt a pénzt. Én úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan blöff, mint ahogy az akvapark fejlesztés is, amit az elmúlt hetekben jelentettek be, hiszen arra sincsen semmilyen forrás. Hát így nehéz elhinni, nehéz komolyan venni ezt az elképzelést. Kővári János azt mondja, részleteket még nem tudnak a városvezetői elképzelésekből. Az előterjesztést a következő napokban kaphatják meg, kedden pedig már a városi közgyűlésben tárgyalnának róla. A héten közölte a pécsi polgármester, hogy az egykori Áper laktanya tulajdonosa több mint 400 millió forint ingatlanadót nem fizetett be. Ezért a városvezetés úgynevezett ingatlanadó miatti végrehajtási eljárást kezdeményezett, amely hamarosan véget ér. Így az önkormányzat augusztusban végrehajtási licit során vissza fogja tudni venni az ingatlant. A területet egyébként 2006-ban adta el az önkormányzati ingatlancsomag részeként az akkori szocialista városvezetés egy állítólag spanyol tulajdonosi hátterű cégnek, a Grupo Miltonnak. Azóta nem történt semmi változás a területen.